33. évadunkat kezdjük, ami ugye mitikus szám, a 33, azt szokták mondani, Krisztusi kor. Én azt tenném hozzá, hogy a 33 az a megváltás éve, nem vallásos, hanem katartikus értelemben. A Karinti Színház 33 éves, tehát olyan darabokat kell bemutatnia, amely segíti az embereket, hogy megváltódjanak a hétköznapoktól, és kedvük legyen újra élni, kedvük legyen felkelni, és valami olyat sugározzon a színházra, amiért érdemes túlélni a nehéz éveket, korszakokat. Erre a 33 év nagyon alkalmas, tehát tulajdonképpen olyan darabokat választottunk, fűztünk fel, amelyek az embereknek a kedélyállapotát egy kicsit jobbra fordítja. Elég a depresszióból, elég a panaszkodásból, tehát elsőnek két zenés darabot játszunk, amelyek ahhoz segítik hozzá az embereket, hogy élvezni tudják az életet. Az első a Whisky esővízzel című zenés komédia, majdnem mondhatjuk mini musicalnek is, amelyet Verebes István rendez. Ő maga írta benne a verseket, hiszen zenés darabról van szó, Aldo Boy Nagy György zenéjével, és Száz Péter írta a szöveget. Őt filmekről ismerjük egyébként. A második bemutató szintén zenés darab lesz, ezt én magam fogom rendezni, ez pedig egy örökbecsű magyar bohózat, amely minden színházat végigjárt már Magyarországon, de furcsa módon 15 éve Budapesten nem játszották, Budán annál inkább, tehát annál inkább nem játszották, soha. Most Budára eljutott a nyitott ablak, amely Nóti Károly, Fényes Szabolcs, Szenes Iván zenés bohózata, és az alapbohózatok közé tartozik, tehát játszani kell. Szórakoztató, színvonalas, szellemes végjáték a francia bohózatok mintájára. A század, a 20. század utolsó békeivében, tehát 1914-ben K&K világban, ahonnantól aztán Ady Endrével szólva a nagy egész szétesett, tehát egy utolsó boldog pillanat Magyarország életéből. Utána csak bajok jöttek. Aztán a harmadik bemutató pedig szintén rendkívül fontos és izgalmas. Benedek Miklós életében először rendez a Karinti Színházban, és rögtön egy olyan darabot, ami hiánypótló, hiszen Lengyel Mennyhértet is ki tudja hány évtizede nem játszottak, és a Róza című darabja egy reveláció, a polgárosodásról szól, amelyre olyan szüksége van Budapestre, és amely egyszer már megtörtént, csak ezt a polgárságot aztán kiirtották, eltüntették, elüldözték. Tehát abba az ősi időben megy vissza, amikor ez a polgárság kialakult és birtokba vette Budapestet. Szellemes vígjáték, nagyon jó darab, remek szerepekkel. A főszerepet Almás Éva fogja egyébként játszani, ő lesz Róza vagy Róza néni, aki mindent megold. A negyedik bemutató se kevésbé érdekes, az pedig a nálunk már negyedik alkalommal dolgozó Balikó Tamás fogja rendezni, és szintén egy olyan darabot, amelynek mitikus ereje van, Zsolt Béla Erzsébetváros című nagyon híres színművét, amit ő életképeknek nevez, szintén a budapesti polgár, a Oktogon és környékén élő polgárokról szól. Az eredeti címe egyébként Nemzeti Drogéria ennek a darabnak, mi ezen a címen fogjuk játszani, ennek is különös hangulata van manapság. Egy öreg drogistáról szól, akit a konkurencia tönkre tesz és kitúr a helyéből, ismerős helyzet, nagyon sokszor látjuk manapság is ezt, tehát megint nagyon aktuális és nagyon szellemes darabról van szó, kitűnő szerepekkel. Hát tulajdonképpen ez lenne az évad gerince. Még elmondanám, hogy a Kis Herceg című Saint-Exupéry mesét Szirtes Balázs előadásában fogjuk bemutatni legifjabb nézőinknek. Az is érdekes lesz és reveláció. És hát az egész évadot szeretném, hogyha ugyanúgy szeretnék, mint az előzőt. Tovább játsszuk nagy sikereinket, a Clotilde nénit, a nőket, az ördögöt, a Te csak pipálj Ladányit és a Levehetetlen Szent Péter esernyőjét. Akinek ennyi jó kevés, azt érje gáncs és megvetés, énekelhetném Mozarttal.